Ha emlékeznek nézőink, akkor 2021. november elején igyekeztünk előfizetőt toborozni a Katona Hőseink az első világháborúban című emlékkönyvnek. Akkor dr. Suba Kocsis Julianna nyugalmazott népművelő helytörténeti kutató mutatott rá, hogy milyen különleges képek, emlékek kerültek elő a komódokból és a régi poros fényképalbumok mélyéről. Olyan kor dokumentumok, melyek a nagy háborúban elvesztett honvédek családjainak történetéről, veszteségeiről, szenvedéseiről mesélnek. A kötet az elmúlt hónapokban Elkészült és nemrégiben be is mutatták Jászapátén. Nagyon érdekes a könyv, mert gyakorlatilag két település Jászapát, és mivel akkor még hozzatartott a mai Jászivány, így annak alatai is bele szerepelnek, valamint a településnek az első világháborús hőseit orről olvashatunk benne nagyon alaposan. Dr. Farkas Kristó Fince történész ajánlotta a kötetet az érdeklődők figyelmébe, mely több száz életutat mutat be rengeteg adattal és a háborús frontok helyszíneivel. Nem csak az elesett hősöket, hanem a sérülten hadifogságba esett, de később hazaért honvédek viszontagságait is feldolgozza a könyv. Mindezt Lukács Imre kutatta ki saját nagyszüleinek emléket állítva. Nagyon fontos pontosító munkája 200 új névvel egészítette ki az eddig ismert háborús lajstromot ami nagyon különleges, hogy bár mind Jászapátin, mind Jászják az első világháborús emlékművön rengeteg név szerepel, mégis most Jászapát ha figyelembe vesszük, mintegy 200 névvel egészítette ki az első világháborús emlékművön nem szereplő hősi a listáját. A könyv alapos, precíz munka, mely segíthet megismerni Jászapáti múltját és betekintést enged a nagy világégés személyes tragédiáiba.